Immár 29. alkalommal rendezték meg ezt az erőpróbát, ami az eddigiekhez hasonlóan változatlanul népszerű volt. A versenyen az elrejtett Mikulásokat a családok térkép segítségével kutatták fel. Egy hagyományos sporták bemutató programot szervezünk télapókereső versenynéven. A helyszín is régóta Csácsi Arborétum, ahol játékos körülmények között tudjuk bemutatni a tájfutás sportágat. Kicsit ünnephez kapcsolódva, család ünnephez kapcsolódva rendezzük ezt a rendezvényt. Most már több mint 20 éve rendezzük. A mai napon közel 100 versenyző van, és inkább ne is nevezzük őket versenyzőknek, hiszen leginkább családok jöttek gyerekekkel, akik a kihelyezett Mikulás csokikat térkép segítségével próbálják megkeresni. A fiatalok közül sokan először jelentkeztek a játékra. Az aktív sportolók előzetesen még tervet is készítettek a siker érdekében. A picit messzebb lévő tojásokat, Mikulásokat fogjuk meg, mert hagyjadál még nem mennek egyelőre. Én jól érzem magam, ez a verseny picit fárasztó, keveset gyűjtöttünk össze eddig. A tájfutás mellett a legnagyobb örömöt a csokoládé megtalálása jelentette. A szervezők gondosan figyeltek arra, hogy a gyermekek közül senki ne menjen haza üres kézzel. Próbálunk gyerekeknek olyan élmény nyújtani, hogy a végén mindenki azért kapjon egy kis ajándékot. Ugye az mellett, hogy találják a csoki Mikulásokat, a szponzoroktól, támogatóktól felajánló díjakat fogjuk kisorsolni a résztvevők között, akik megtalálnak valamennyi pontot, de azért próbáljuk úgy megoldani, hogy azért mindenki részt tudjon venni a sorsoláson a gyerekek között. A rendezvény végi sorsoláson azok vehettek részt, akik a keresés közben a bójákat is megtalálták. A legjobbakat a télapó szaloncukorral, illetve ajándékcsomagokkal jutalmazta.